Két világháború közötti magyar építészetben hát azt lehet mondani, hogy két elég markánsan szembenálló pólus alakul ki. Egyrészt a hivatalos politikai vezetés az inkább a neobarokk, illetve a historizáló stílusokat preferálná, és hát ezzel szemben viszont van egy elég népes tábora az építészeken belül, akik az internacionális modern irányzat felé nyúlnak, illetve hát innen merítenek maguknak ihletet. Ez utóbbi csoport egyébként szervesen beilleszkedik abba a nemzetközi körbe, amiben ugye a Bauhaus vagy a különböző német modernista irányzatok. A Napraforgó utcai lakótelep építésnek azt lehet mondani, hogy a lehető legnagyobb érdeme az, hogy gyakorlatilag abba a nyugat-európai gondolkodásmódba belekapcsolta a magyar építés történetet, vagy egyáltalán a magyar építészetről való gondolkodást, ami révén gyakorlatilag abszolút lépést tartottunk Európával, vagy a világ nagy építő ipari vagy építészeti felfogásaival. És hát tulajdonképpen ezeknek a magyarországi modern felfogású építészeknek, illetve rajtuk keresztül a Magyar Mérnök és Építész Egyesületnek lesz 1930-as évek elején egy olyan ötlete, hogy Budapesten kellene egy olyan lakóparkot csinálni, ahol gyakorlatilag ilyen bemutató tárházként a kor modern, haladó szellemiségű építészei megépítenének egy-egy családi házat. És hát 1931-ben gyakorlatilag pár hónap leforgása alatt itt Budának a már ugye a hegyvidéki részén, az Ördögárok mentén 22 300-600 négyszögeles nagyságú telket parcelláznak, és hát megindul az építkezés, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kor haladóbb szellemiségű építészei gyakorlatilag mind itt bemutatják, hogy ők mit tudnak tervezni. Az ide tervezett 22 ház, ez mind családi ház, tehát nem ikerházak, nem toronyházak, nem társasházak, hanem mind családi ház, és hát gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy ez egy Bauhaus utca, mert hogy ez egy nagyon vegyes utcakép, ebben az ardekós épületek ugyanúgy jelen vannak, mint a modern funkcionalista épületek. Igazából Molnár Farkas személye révén azt lehet mondani, hogy egyetlen egy Bauhaus épület van a Napraforgó utcában, ugye a Napraforgó utca 15-ös számú épület, amit ugye Molnár tervezett. Molnár Farkas mellett tervezett Fischer Józsefét, Borbíró Virgil, Hajós Alfréd, Velder Gyula, ő inkább egy ilyen konzervatívabb, hagyományosabb, hagyományőrzőbb épülettel rukkolt elő a Napraforgó utcában. Az utca közepén egyébként egy kis teresedést is kialakítottak. Ugye az eredeti terv az lett volna, hogy egy hidat is átvezetnek az Ördögárok felé, és hát gyakorlatilag egy ilyen nagyon hangulatos kis központi tere lett volna ez az utcának. Ugye egységes utcakép érdekében egységes kandelábereket, egységes kerítéseket alakítottak ki. És hát ami ezeket az épületeket jellemzi, az gyakorlatilag tulajdonképpen azoknak a funkcionalista vagy konstruktivista modern építészeti elvárásoknak a fő jellemvonásai, amelyek nemzetközi szinten minden épületre elmondhatóak. Ugye itt alapvetően az egyszerűség, tisztaság, őszintesség, tehát ugye is ezek a Bauhaus három nagy jelzője az, ami ezekre az épületekre elmondható. Egyszerű alaprajz, főleg ugye Molnár Farkasnak volt ugye a nagyon hát fontos tervezői elve, hogy nem kellenek kicsi szobák, nem kellenek kicsi apró helyiségek, mellékhelyiségek, már azok nagyon felszabdalják az alaprajzot, felszabdalják az életterünket, inkább legyen lent a földszinten egy nagy, adott esetben osztatlan alapterületű nappali, amit mozgatható falakkal, tolható falakkal lehet szabdalni igény szerint, hogyha gyerek felnő, vagy bármilyen szükség így adná.
Az emeleteken jellemzően viszonylag kicsi alapterületű hálószobákat vagy gyerekszobát alakítottak ki, és hát hogyha végignézünk az utcaképen, akkor egyből szembe tűnik, hogy az épületek javarésze az lapos tetős. Ugye itt nagyon sokszor a hálószobákat tetőterasz kapcsolattal alakítják ki. Nyilván itt ugye az épületek tájolása az, ami mind a benapozás, mind a látvány szempontjából hát erősíti a tetőterasz élményét. Amire még a kor építészei hát igyekeznek mindig nagyon odafigyelni, az a színhasználat. Ugye ezt tulajdonképpen lehet mondani, hogy megint egy Bauhaus hatás, hisz ugye a Bauhaus oktatásban ugye a színelméletnek nagyon fontos szerepe volt, hogy milyen hatást tudunk, térhatást, térélményt elérni színek alkalmazásával. Jellemzően az épületek külső homlokzati színezése az szinte mindig fehér volt. Ugye ez a tisztaság, az egyszerűség jelszavával, másrészt pedig, hogy gyakorlatilag a fehér színnel milyen rikítóan kiválik a környezetéből, de egyben bele is olvad abba, tehát hogy egy ilyen nagyon harmonikus egységet tud kialakítani. Ezen kívül pedig az alapszínek, a kék, piros, esetleg a sárga az, ami időnként olykor-olykor megjelenik az épületeken. Erkélyek, illetve ami még látványosabb, gyakorlatilag ilyen vagányabb megjelenést ad az épületeknek, az a tetőteraszra nagyon gyakran ugye a ház külső homlokzatán, gyakorlatilag a sarkon még egy beforduló vaslépcsőt vezetnek fel. Ugye ez a lebegő lépcsősor, pláne hogyha mondjuk ennek egy színt is adnak, tehát nem csak egy egyszerű vas vagy fekete színnel van lefestve, ugye ez egy nagyon karakteres megjelenést tud kölcsönözni ezeknek az épületeknek. Jelenleg ugye az épületek, hogyha végignézünk rajta, akkor gyakorlatilag szinte majd, hogy nem ugyanolyan képet ad, mint ahogy a 30-as évek legelején felépült az utca. A Napraforgó utcai mintalakótelepnek az is az előnye, hogy gyakorlatilag olyan új szemléletmódot kívánt elterjeszteni nem csak a szakmai, hanem az átlag emberek gondolkodásmódjában, amire odáig nem nagyon volt példa. Gondolok itt arra, hogy egyrészt az építészeknek a társadalmi felelősségvállalása, mint szerep az eléggé, tehát ebben az időszakban erősödik meg. Ugye egyáltalán nem mindegy, hogy milyen életet élünk egy adott épületben, mármint hogy hogyan tervezi meg az építész számunkra azt az életteret. Az építészetnek ez a szociális problémaköre gyakorlatilag a 30-as években kezd először terítékre kerülni. Történetesen a kislakásoknak a problémája a falusi építészet, tehát hogy a falusi embereknek az életkörülményei, hogyan tájoljunk egy épületet, hogy süt be a legjobban a nap, hogyan válhat az épület gyakorlatilag az emberek kényelmét szolgáló helyé, és hát itt nagyon, nagyon tudatosan átgondolják.